Együttműködési megállapodást kötött a Kovászna megyei tanácsban működő RMDS és MPP frakció. A dokumentum szerint a felek célja a romániai magyar közösség érdekérvényesítő képességének növelése. Minden politikai alakulatot megillet a szervezeti önállósághoz és identitáshoz való jog. Áll a dokumentumban. Ugyanakkor pontokba szedték azokat a kérdéseket, amelyek az érdemi romániai-magyar politikai együttműködés megteremtését szolgálják. Meggyőződésem, hogy az értelmes összefogás viszi elére, előre a magyar közösség ügyét és politikai eredményeit. Ez az összefogás azért is igazán fontos, mert jobb hangulatot szeretnénk kialakítani, hiszen látjuk az országban, a térségben, ami eluralkodott, és nekünk az a célunk, hogy a magyar közösség jogainak megvédése mellett a fejlesztése is legyen erőnk. A megállapodás tételesen a nemzetpolitikai összefogást és a magyar szimbólumok védelmét tartalmazza, de amellett egy olyan közös munkacsoport felállításáról is rendelkezik, amelyben megvizsgálják, hogy mire terjed majd ki az együttműködés. Vannak ügyek, mikor kötelező módon össze kell fognunk, nem lehet különutas politizálást folytatni. Ezért született meg ez a mai egyezmény, aminek az a célja, hogy a tanácsülősek előtt tárgyalunk, megbeszéljük a, a megyének, székelységnek, magyarságnak a, a, a fontosabb dolgait. Ha olyan határozat van, akkor közösen döntünk. Az aláíró felek ugyanakkor annak a lehetőségét is felvetették, hogy a megállapodás politikai hatáját kiterjesszék a 2016-os önkormányzati és parlamenti választásokra is. Mindezt annak ellenére emelte ki Tamás Sándor, hogy az alternatív küszöbb bevezetése már nem teszi feltétlenül szükségessé a választási összefogást.